Sziasztok! A mai videóban tovább boncolgatjuk az in, on, at és a by prepozíciók használatát. Erről már korábban készítettem egy videót, amikor arról beszéltem, hogy hogyan használjuk őket az időszakok és időpontok kifejezésére. Ennek a videónak a linkjét a leírásban megtaláljátok. A mai videóban pedig arról lesz szó, hogy hogyan használjuk őket térbeli elhelyezkedés kifejezésére. Int használunk megyék, városok, országok és kontinensek előtt. I'm in Africa. I live in London. There are 20 cities in Sweden. Int használunk akkor is, amikor valami egyértelműen fizikailag valaminek a belsejében van. Például there's a cat in the house. The puppy is in the box. Ugye az épületeknek és tárgyaknak általában elég könnyen meghatározható falai vannak, de mi a helyzet például a folyadékokkal? A folyadékoknál is int használunk, például I'm swimming in the water. Ooh, there's a fly in my oranges. Yuck. Int használunk, ha csoportokról, csapatokról beszélünk. He's playing in the national team. Itt azonban van két kivétel. On the board és on the committee. Nyomtatott média, könyvek, újságok, magazinok. You'll find all the information in the book. My colleagues are in the local newspaper. Viszont, ha egyedülálló oldalakról beszélünk, egy könyv egy oldaláról, vagy egy magazin egy oldaláról, akkor azt mondjuk, hogy on the page. Tehát az oldalon az on the page. In the magazine, on the page. There's a picture in this magazine on page 33. At. At-et használunk például címek előtt. I live at 56 Willow Street. Partik, események előtt. I can't talk right now, I'm at a wedding. I can't hear you, I'm at a party. At-et használunk a home és a work előtt. I'm at home, I'm at work. Nézzük meg egy kicsit közelebbről az in és az at kapcsolatát. Itt ugye mondhatjuk azt, hogy she is in the coffee shop, mert ugye a kávézó belsejében üldögél, és issza a kávéját. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy she is at the coffee shop, hiszen valahol a kávézó területén van. Mindegy, hogy kívül vagy belül, de a kávézóban, kávézónál. Ebben az esetben pedig csak azt mondhatjuk, hogy he's at the coffee shop, ugyanis a kávézónál van, tehát valahol a kávézó területén, ugyanakkor nem az épületen belül. Itt is ugye használhatunk int is, és etet is, hiszen a parkban vannak, illetve valahol a park területén vannak, tehát mind a kettő helyes. A következő az on. Ont használunk például, ha felületekről beszélünk, amikor valami valamin van. Például, don't put your feet on the table. There are several pictures on the wall. There's a huge stain on my jumper. Akkor is ont használunk, ha vízfelületek tetejéről, felszínéről beszélünk. Look at the boats on the river. Look at the boats on the river. Emeleteknél. My parents live on the second floor. Az on the street kifejezésnél is ugye ont használunk, on the street.
on the left, illetve on the right. The post office is on the left side of the road. Ont használunk, ha nem nyomtatott médiáról beszélünk, például what's on TV? I heard it on the radio. I've seen it on the news. Az on és et egymáshoz hasonlított viszonya gyakorlatilag ugyanaz, mint az in és et kapcsolata. Itt ugye mondhatjuk azt, hogy she's on the beach, illetve she's at the beach. És elérkeztünk az utolsó prepozícióhoz, a by-hoz. A by valójában az alábbi szavakat helyettesíti. Next to, near, és beside. I'm standing by the car. They live by the school. Most pedig nézzük a tömegközlekedési eszközöket. Tehát in the car, in the taxi, in the helicopter, és on the bus, on the bike, on the boat, and on the train. Ha pedig arról beszélünk, hogy milyen közlekedési eszközzel jutottunk el A-ból B-be, akkor pedig a by prepozíciót használjuk. I arrived by car. I traveled by train. Egyetlen kivétel van, amikor gyalogolunk. On foot. Azt hiszem, hogy végleg kiveséztük az in, on, at és a by prepozíciók használatát. Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg a kommentekben. Ha tetszenek a videóim, kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és találkozunk következő alkalommal. Sziasztok!